Édesapám ugye trombitált, és hát mint gyerek természetesen kíváncsiskodtam, és én is a kezembe vettem. Édesapám az első lépéseket megpróbálta megmutatni nekem, és elkezdtem gyakorolni, nézegettem, tetszett is a dolog, de édesapám mindig azt mondta, hogy valami nem stimmel. Még nem az igazi, még egy kicsit foglalkozzál vele. Egyik nap, ugye az öreg házban, szerettem bóklászni a padláson, és hát ott találtam rá a harsonára, ami azért ugye nem volt véletlen, mert hát ez kiderült, hogy a nagybátyámnak a harsonáját találtam meg a padláson. És amikor édesapám jött haza, akkor fölfigyelt rá, hogy hát ki harsonázott itt? Hát mondom, én. Igen? Hát akkor ezt kell neked csinálni. A zenei hangok megérintettek, ugyanis édesapám, a nagybátyám, akit akkor már ugye a háború után én nem ismerettem, ők alapítottak egy zenekart. Annak idején Mátyásföld, amit egy szomszédos része a 16. kerületnek, ott volt kaszinó, ott voltak uszoda, volt teniszpálya, úgyhogy játszottak bálukat, volt egy saját úgynevezett szalonzenekaruk. 1972. február 1-től vagyok a rádiózenekar tagja, egy sikeres próbajáték után. Szerbusz! Hát gyerekek, Tamás, bocsánat, beültem egy kicsit, nosztalgiázni lehet. Na hát, Hőmagusti, ami nagy-nagy harsonásunk és nagy-nagy barátunk. Úgy adódott, hogy a baráti körömből mindent, szinte mindent együtt csináltunk, és jött az ötlet, hogy ha úgyis barátok vagyunk, úgyis mindent együtt csinálunk, akkor miért ne csinálnánk egy kamara együttest? Amikor hazajöttem Németországból a tanulmányi utamról 75-ben, már akkor találkoztunk, és hát én úgy jöttem haza, hogy rengeteg új akusztikai ismerettel, és úgy szerettem volna minden hangszernek a játéktechnikáját kitágítani. A harsona a zeneszerző számára a zenekarral együtt szokott fölmerülni, és érdekelt, hogy mint szólista ő hogy viszonyul ehhez a területhez. Ez a mű szóló hangszerre írt darab, amit a szerző kifejezetten számomra komponált. Annyi harson a darabot nem forgatott ki a földből senki, mint ő egyedül az egész magyar kortárzene történetében. A moll az forte, nem fortissimo, forte. És mindjárt az első ritmuson ott van egy márkától, ami nagyon-nagyon fontos. Tintadapim, pam, tintadapim, pam, tintadapim, ez a jó! Nagyszerű. Egy őszinte kapcsolatot tud kialakítani a diákjaival, és ez a bizalom, én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hiszen maga a zeneoktatás egy személyes, personális, nagyon-nagyon közeli kapcsolatot feltételez szinte. Azt kell mondjam, hogy harsona apukájuk, a tanár úr. Így nem csak, hogy iskola alapító volt, vagy iskolateremtő Hőnök Gusztáv, hanem hát történelmi jelentősége van az ő működésének. Egy nagyon boldog, nagyon sikeres pályán volt a feleségemnek, ebben nagy szerepe volt, és egy nagyon gazdag életpályát tudhatok magaménak.